Nos, skacok, így december 2-án az Epic a Dead by Daylight adta, mint azt, ami már egyébként kiderülhetett előző héten, illetve a Wild True Learn egy programozós játékot. A Dead by Daylightot egyébként már biztos, hogy sokan ismeretitek, ez egy túlélős, illetve kergetős, hát nem is tudom, hogy pontosan hogy nevezik ennek a stílusát a nagy szakértők. Valami fura horrort mondanak rá, vagy vertikális, vagy valami nagyon vicces nevet használnak erre. Ez egy 4v1 szituáció, van egy gyilkos és 4 túlélő. A túlélőknek generátort kell javítani ahhoz, hogy ki tudjanak jutni, és természetesen még kapukat is ki kell nyitni, hogy azon elszökjenek a gyilkos elől. Természetesen ezt meg lehet spékálni azzal, hogy vannak perkek, tehát hogy mind a gyilkos, mind a túlélők perkeket tudnak fölvenni, a perkek lehetnek ilyen totemben is, több pálya van, és hát az a helyzet, hogy lehet szivatni egymást azzal, hogy végtelenségig kerketitek egymást a gyilkossal, és a gyilkosként a túlélőt, vagy túlélőként a gyilkost, mert hogy alapvetően mindketten ugyanolyan gyorsan tudtok mozogni. És ameddig ezt úgy csináljátok, hogy több mint egy túlélő van, addig, hogyha a gyilkos így folyamatosan rátok van elve, akkor az összes túlélő elvégzi a munkát, és ki tudtok jutni. Ez egy elég komplex játék alapvetően, magasabb szinteken természetesen. Én addig nem jutottam el, mert mindig csak a gyilkos nyomtam. Hát ilyen a Dead by Daylight-os játékosok szemszögével én undorító játékstílust alkalmaztam, mert mindig, amikor felakasztottam egy túlélőt, akkor azt szépen levártam, és megvártam, hogy meghaljon. És közben nagyon durván élveztem a gyilkolászást. Hát nem ma volt. 3-4 éve, mikor én utoljára úgy igazán Dead by Daylight-oztam. De egyébként most, hogy így Epicre ingyen jött, ennek apropójából, vagy ezzel együtt, inkább azt mondom, ha minden igaz, tegnap előtt, de puskázok, így van, tegnap előtt jött egy új gyilkos, egy új túlélő és egy új pálya is. Az új gyilkos az artista, hát ezt szerintem igazából legjobban itt a Steamen keresztül tudom nektek megmutatni. Így van. Ő az új gyilkos, illetve Jonah Vaskéz a túlélő. És ő kapott egy pólót, meg természetesen kaptunk egy új pályát is. Reméljük, hogy majd ki tudjuk próbálni az új pályát. Az lenne a királyságos és a szuperságos. Tehát, hogy itt vannak egyébként az új játékok, amik majd jövő héten lesznek, 9-től. Az egyik a Godfall, amin én nagyon meglepődtem, de egyben örülök is neki, mert legalább ki tudom így próbálni ezáltal. Illetve a másik pedig a jó kis Prison Architect, jó kis management játék. Úgyhogy a management játék szerelmesei örülhetnek, hogy most így az Epic ad egy Prison Architectet. Ezen a Godfall-on pedig meg vagyok lepődve, hogy ilyen nem is akármilyen Godfall-t kapunk, hanem a Challenger Edition-t. Elég durva. Valor Plate Maximum Unlock. Durva. De is egyben jól hangzik. Én nem tudom egyébként, hogy ez az artista ez milyen filmből van, vagy hogy milyen világból van. Én akkor játszottam igazán a Dead by Daylight-tel, amikor 3, talán max 4 gyilkos volt. Azóta egy kicsit változott a helyzet. Úgy oldották meg, hogy együtt tudjunk játszani epikesként Steam-esekkel, hogy az epikeseknek epikes accountja van, de az account.bhvr.com-on, hogyha beregisztráltok, akkor shared progression-ötök lesz. Lefotóztam egyébként, hogy mit írt ki a
mit írt ki egyébként a Dead by Daylight nekem, amikor először indítottam el. Most puskázok, srácok. Meg közben le is halkítom a játékot. Azt mondja... Képek? Na, tehát azt mondta nekem, hogy ha az account.bhvr.com-on regisztráltok egy felhasználót, és összekötitek a Steam-etekkel, vagy az Epic-etekkel, ahol játszotok éppen a játékkal, a Dead by Daylight-tal, akkor shared progression-ötök lesz, tehát bármelyik platformon játszotok, a progression az marad, az megmarad, tehát minden szinted, minden traited, perked, itemed, ami csak van a játékban, az, ha Epic-en akarod elindítani, akkor az megmarad, és nem tudom, hogy egyébként ez azt jelenti, hogy konzol nem is tudom, hogy van-e amúgy Dead by Daylight, de három platformmal össze tudod kötni jelenleg, három platformon van ez a shared progression, a Steam-en, a Stadia-n és az Epic-en. Ezen biztos, hogy shared progression-ed van. Mondjuk, ha eddig Steam-en játszottál, miért akarnál Epic-en játszani? Ez egy nagyon jó kérdés. De legalább itt Epic-en most kaptunk 50 ezer olyan blood pointot, vagy nem is tudom, hogy hívják ezeket a költőeszközöket. Van konzolra? Nos, konzolra nem tudom, hogy van-e shared progression még. Ahogy látom egyébként, Adri is csatlakozik itt az esti játékokhoz, mondtam neki, hogy szerintem tök mókás lenne, le is töltöttem, és hát nem tudom, hogy most neki mint van, hogy van, de ahogy látom, már elindította a játékot. Mindjárt be is állítom, hogy halljátok őt, hogyha megyek Discordra, és egyébként azt találtam ki, hogy ezt ugye együtt játsszuk veletek, hogyha van kedvetek természetesen jönni. Wow, micsoda ajándékozások vannak itt. És jól emlékeztem, 50 ezer Blood Point, tehát Blood Point a neve ennek a kis költőeszköznek, 50 ezeret kaptunk most az Epic-től, és egyébként itt lesznek ilyen ajándékozások. Xboxon játszod? Azt tudom, hogy pácska. Na nézzük, Adrit be tudjuk-e rángatni. Halló? Halló? Szuper. Na, elvileg most már Adrit is halljátok. Ha minden igaz, akkor talán még nem is kétszer. Micsoda skinek vannak itt, kérem szépen. Nincs itt a NZ skin, a Stranger Things skin. Nincs meg neked a Stranger Things skin? De, Steam-en megvan. Ezt értem, de itt nincs meg. Itt nincs, mármint a shopban nem láttam, gondolom az lehet, hogy izés volt, eventes. Nem tudom, de a srácok majd úgyis megmondják nekünk, hogy a Stranger Things-es túlélő skin az miért járt pontosan, de ha letöltjük a Steam-es játékot, és ott összekötjük ezzel az account BHVR-es cuccal, akkor utána, hogyha az Epic-eset elindítjuk, akkor már ott is meg lesz. Csak hát én ezt nem tudtam, hogy először a Steam-eset le kell tölteni, meg kell ilyen account. Úgyhogy most ilyen level 1-es account-tal fogunk játszani. Jó az. Haverommal nyomtátok, mikor még kijött? Én is akkor játszottam, amikor még megjelent a játék. Annyira megváltozott a felület, de azt megtaláltam, hogy itt vannak a barátok, és Adrit meg is tudom talán inválni. Így van, invite to party. Nem megy a gomb, vagy nem tudom meginválni. Mert Adri elfoglalt, tehát akkor joinolj rám. Adri egy elfoglalt ember. Én se tudok. Szóval lehet? Te állítottad be, mit csináltál? Én nem állítottam rajtad semmit. De. Nem vagyok lobbiba, azért nem bírom. Ó, köszönöm szépen amúgy a help-et. Na tessék, srácok. Online vagyok. Ja, mondjuk te is. Na, akkor gondolom most már lobbiba vagyok. Igen. Most már meg tudlak inválni.
Na. És akkor hogy kell bejelölni barátot? Astromis, te azt mondtad, hogy jönnél, igaz? Mit kell beírnom, hogyha szeretnék veled játszani? Szia, füves ember! Sziasztok, srácok! Köszi szépen, Rocky, de nem boxolom. Hát, igen, most végre nem gyilkos leszek. Na, akkor... 6, 9, 8... Na, elvileg megvagy. Elvileg meginváltelek azt valamiszt. Igen, igen, az te vagy, akit meginváltelek, mert itt van egy hashtag BA55, úgyhogy elvileg meginváltelek téged. Oda néz, Adri. És akkor te most konzolról vagy Xboxról vagy? Hát ez nagyon durva. Micsoda crossplay-eket nyomunk itt. Én nem látok senkit. Én se? Ja. De itt van a lobbyba. Oké. Okay. Nem írta ki, hogy joinolt a partyhoz, de valójában itt van, itt látom, hogy ingame itt van a Astromist. Na, közben kiválasztom, hogy milyen karakterrel játszak. Azt tudom, hogy kell. Survival. Dwight. Alapból már ilyen karaktereket kapunk. Na, itt van Jonah vaskéz. Én vele akarja, hogy őt meg kell venni. Na basszus. Pedig vaskézzel játszanék. Micsoda skinek vannak rá. Lehet még egyszer meg kell hívnod. Mert ott kéne álljak melletted. Na várjál. Nekem azt írja, hogy itt vagy. Van. Level 50-es, két Denzon. Na nézd meg, milyen itt a kis egyesek. Mondjuk nekem egyébként is egyes karaktereim vannak. Jó, ne okoskodj nekem, mit játék. Hogy lehet beállítani a skillemet? Az előbb itt láttam valahogy, itt van. Ó. Te már kiválasztottad a skillemet, Adri, amivel akarsz jönni? Aha. Nagyon jó. Micsoda ruhák vannak már alapban? Hát ez nagyon durva. Te a skinedet állítgattad, amíg én beszéltem? Aha. Jól megcsináltad. Charm. De jó, ott fityeg valami. Még Holiday Tree is van itt. De jó, tök jó. Kis fityegőket tudok tenni a karakteremre. Nem tudom egyébként, Astromist, hogy tudsz-e ilyenkor jönni Discordra, de ha szeretnél, nyugodtan. Nem tudom, hogy ez hogy megy pontosan. Na, hozok egy toolboxot is. Meg állokkolok ilyen perkeket. Ezek azok, amiket hogyha állokolunk perkek, akkor azt tudjuk vinni a túlélőnknek. De amúgy vannak alapból a karakternek is perkjei. Aha, nem csinálunk annyi zajt. Ez tetszik. Ezt be is rakom. Ezek az itemek meg olyanok, hogyha bevisszük, és elhasználjuk, vagy meghalunk, akkor a következőre ez már nem lesz nálunk. Mert elvesztjük meccs közben. Aha, és még olyan offeringeket is tudunk lerakni, hogy van arra esély, hogy a hatch, amin ki lehet menekülni, hogyha már csak egy túlélő van, ami így kinyílik, vagy kulcsal kell kinyitni, mert erre nem emlékszem pontosan, ez a mély népület körül legyen. Baj van, Adri? Azt hittem, hogy betámadt a macska. Hát hasi-tasi első csetelő vagy itt, úgyhogy
Ne haragudj, de még nem ismerlek annyira, hogy így meginveljelek. De Astronomistot már ismerem. Ő már itt van egy ideje. Ha nem bánod. Na, jól van. Hát akkor én azt mondom, hogy ha Astronomist mindjárt ide látogat a Discordra, akkor elindítjuk a dolgokat. Hogyha valaki jönne, még közületek, nyugodtan jelezze. Természetesen, ha még sose hallottam róla, meg nem tudom, hogy kicsoda ő, meg nem beszéltünk egy szót se, akkor hát nyilván ő most kiesik. Na, parti jegybe már be is jött az Astronomist. És itt is van velünk, tök szuper. Ha-ho. Üdvözlet, sziasztok. Ha-ho, ha-ho. Na, tök szuper. Most már be is tudtam állítani a hangodat. Jó. És akkor még azt is látjátok ott a bal felső sarokban, hogy kikkel játszunk. Na, hát redizek, hogyha ti is készen álltok. Nem. Te nem állsz készen? Nem. Erről játékról nem. Nem ér sikítani. Akkor le is halkítom magam. Adri a sikítós túlélő játékos. Szia Farkaskölyök és szia Mikó! Üdv mindenkinek, skacok! Peti. Nem akarlak a világért se zavarni, de rád várunk. Igen? Igen. Ja, bocsánat. Én azt hittem elég egyszer a Reddire nyomni. Áj, ez nagyon nem lesz jó. Astronomist majd megmondja, mit kell csinálnunk. Látom, hogy nagy DBD szakértő. Na, az jó lesz akkor. Fussatok, csak fussatok. Az megy. Előre szólok, nagyon béna vagyok a generátor szerelésbe, általában mindig elszúrom, de tettem be valami perket, amitől 15%-kal gyorsabban nézéljük, ripéreljük. Gyorsan még mondok egy olyan javaslatot, hogy nyugodtan vedd le Adrinak a hangját már most, mert nem fogja tudni kontrollálni magát, amikor üldözi egy gyilkos. Srácok, hogyha egyébként a streamben valaki most, aki nézi, esetleg fáradtnak érzi magát, most garantáltan felébred. Ne már! Köszönöm a bemutatást, Peti. Én csak fel akartalak titeket lelkileg készíteni. De tudom magam kontrollálni, és ezt be is bizonyítom. Igen? Igen. Jó. Jó. Nektek se kezdődött még, ugye? Nem. Jó, most. De tök szuper, hogy tudunk crossplaybe játszani. Ez egy generátor. Azt hiszem elszúrtam. Bocsánat. Nem én voltam. Én voltam. Tudom, azért mondtam, hogy nem én voltam. Ha. Szerintem közöttek el futni. Rajtam vannak ilyen madarak. Nem tudok futni gyorsan. Én se. Most már igen. Ezen a pályán még nem jártam. Ezek a madarak mit tudnak csinálni? Ezt a killert annyira még nem ismerem, de... Ez új? Csak, aha, ez az új. Oh. Szerintem csak így neked repülnek random is lesebeznek, de mondom, még nem játszottam vele, úgyhogy... Aha. Fel vagyok hát... készülve. Hát nem tudom, én így le akartam szedni a madarakat magamról, és hát inasba raktak. Így mondom, hogy hí, és mindjárt felakasztanak. Aha, fel is akaszt. Egy generáltam mindjárt. Te emeletem vagy? Aha. Ó,
Épp tömegközlekedek munka után. Na a Golden Samurai, akkor biztos felébredsz. Hogy kell felmenni oda? Lépcsőn. Köszönöm. Szerintem azt találom, és már jött, értem. Akkor jó. Meg is gyógyítalak. Jaj, bocsi. Menjünk el innen? Hát most jön, már nálunk van. Ha? Nálunk van. Jézus. Ezek a hangok. Jézus. Úristen, de megijedte. Itt, hello, szia. Nem ez tudom, ki az. Ez te vagy? Aha. Annyit megtudtam, hogy el lehet hesegetni a madarakat magadról. Uh-huh. Én nem hesegettem el, és... megszeredgetett a... Knokos lettem. Aha, fönt van. Akkor csináljuk. Oké. Már szúrd el, tesó. Meg lesz. Futás innen! Nice! A csimentet is kaptam. Még egy picit hagyom lógni ráér. Baj van. Dobokok. Akkor ott van egy gyilkos közeledben. Nem mondod! Ki van felakasztva? Random. Én nagyon szívesen mennék, de... Ez lépcső. Nem. Szóval azt akarom megkérdezni 10 perce, hogy kell felmenni a lépcső, googolni. Control. Tudunk segíteni? Levettem a srácot, aki... Ugye, ez már megy felétek. Köszi. Megyek feléd, asszalom ezt. Addig ráértek leszedni, amíg félig nem megy a csík. Mert ha félig megy, akkor már a fész 2-be átlép a szenvedésem. Én sietek felén. Jelenleg nagyon félek. Nagyon szépen köszönöm. Nincs. Ott láttam valakit, az ki lehetett. Ó, fasz. Csajt láttam? Nem tudom, valaki dobozos. Baj van. Megint hallok valakit. Kilejétek egy mestert, véreztek, és azt a killer látja a földön. Aha. Ó, én vérzek nagyon. Azt úgy is tudjuk, hogyha nincs nálunk ilyen kötöző? Aha, egymást tudjátok a nélkül. Ó, oké. Okay. A medkittel pedig magatokat is. Engem észrevett. Jó, itt vagy mellettem, nem messze. Én le tudlak majd szedni, vajon? Ő nem tudom, mit akar a gyilkos. Felém jön. De ott volt a sarokban egy akasztó. Itt most már eszpem, már nem... Ha? Mi?
Na most spamálnem kell a space-t. Most átváltott ilyen skill check-re. Most mi? Szóval azt ne rontom. Itt van mellettem még Peti, mindjárt megyek segíteni neked, jó? Akkor nem a space-t kell spamálni. Na, ez sokkal jobb lett. Régebben a space-t kellett spamálni. Most mi történt? Nem tudom, mit tartani. Én elfutottam. Köszi szépen. Szívesen. Én nagyon félek. De mindjárt megyek vissza. A srác kilépett? Ja nem. Meglátott. Ja, hogy megmentett? Nem, a srácot puszta kézzel széttépte a csaj. Jézusom. Madarak vannak rajtam. Hesegesd el. Az hogy kell? Ja? Megvan. Jön! Jön! Találtam amúgy egy izét, elkezdtem csinálni. Azt mondja a kakasos, hogy úgy kell elhesegetni, hogy mondod neki, hogy hús, hús. Hát amúgy majdnem azt csináltam. Van Moria a killernek, az mit jelent? Valaki itt nyögik. Azt hiszem nagyon mérges. Én most már látom, hogy még a fézeket is kírja. De jó! Jó, itt van, itt a killer. De valakit kerget, aha. Hát szerintem azt valami stop. Vidd el innen. Ne! Basszus. Ugye te még túl éled? Igen, gyere fel Adri. A föntre gyere, gyere fel, bárhol vagy. De én itt vagyok mellettük, nem tudok elmenni most. Merre visz? Alá tudtam. Ó, de közel vagy. Szerintem meg tudlak menteni, ha nem ide jön. Hát most itt futkározik. Köszi. Meghaltál! Ne! Nem halt meg. Mi? Jó, leszett! Jó van! Ne! Ne! Ne hílejétek egymást, én már szerintem meghalok. Hát engem visz, azt tudom, hogy pedig a földön van. Ó, hogy az a... Én, és én meg is haltam. De próbáltam szerintem... azért visszatartani. De szerintem te is meghalsz, mi? Lehet ilyen feladás, vagy hasonló? Nem. Ne már! De én nem ez nem is létra, ezzel nem is lehet felmenni sehova. Csak a lépcső működik. Most azt próbálj meg az alsó szinten megkeresni a hatchet, ami nagyon nehéz, de... valami hangot majd szólunk. Annak ilyen susogós hangja van, ugye? Susogós hang, meg füstölgős lyuk, abba kell beleugrani, ha megtalálod. És ez biztosan alul van? Igen, ezen a pályán úgy tudom, hogy az alsó szinten. Szia, Adri a második. Sziasztok, srácok. Köszi szépen a helpet, meg a tippeket. Én nagyon félek. Rosszul vagyok konkrétan. Segítünk, itt vagyunk, Adri. Mi? Ez mi? Ez mi? Nem ez tudom. Mi? Megtalálta a hatchet, ugye? Ez azt jelenti. Bezárta. Most azt. Ki tudod nyitni a kapukat, de sok sikert.
Nagyon szép ez a hulla. Lezárt a headshot. Igen. Ez jön. Ez jön. Ki kell nyitnod a kapukat, Adri? Én nem akarom kinyitni a kapukat, meg akarok halni. Nem, kapukat kell kinyitni. De nem tud... Most nem dobog, ugye? Nem. És kapu van lent? Vagy fent. A kapu az tuti fent van. Jaj! Na tessék, fent vannak a kapuk. Jön. Ugye ő nem lát engem? Na, nem. Komolyan? Nem. Ugye tényleg nem? De lát, hát látja a csíkokat a földön. De nem járkálok. Milyen de csíkok? Akkor is látja. Ha mozogsz. Hát itt mozogtam eddig. Jó, de hát menned kell, ki kell menni. De még ki is kell nyitni a kaput, testrészem. Menjél! Nem akarok! Menjél! Nem szeretem ezt menj a fel. Játékot! Fel kell menned, Adri! Nem tudom, hol kell! Hát de akkor menj, ott tessék, ott a följára. Itt van egy létre. Na. Ott megy. Nem arra megyünk. Ott a kocsi mögött a kijárat. Jaj. Bara. Ott. És ezt látja, ugye? Ezt még nem. Csókolom, ki tetszik engedni? Nagyon szeret. Nem. Lejárt az időm? Igen. Ahogy egyébként szoktad. Jól van, na! De megpróbáltam! Jó volt. Legfélősebb emberrel világon játszott most. Szerintem jó voltál. Te voltál az utolsó túlélő. Ez igaz. Ez borzalmas ez a játék. Már bocsánat. Oda néz, kettes szintű láttam. Ú, 14 000 pontot szedtem össze. Én is kettes lettem. Köszi, skacok. Na hát, majd a következő jobban megy. Ez nagyon félelmetes játék. Én úgy hallottam, hogy Adria második is akar jönni játszani. Tényleg? Ó, van battle pass is. Dehogy, úgyse jön. Tök jó, van battle pass is a játékban. Na az meg a battle pass az, amit biztos, hogy nem fogok kijátszani. Challenge-ek is vannak, tök jó. Killer Master Challenge. Ú, de jó. Hát bezzeg az én időmben ilyenek nem voltak. Ilyen challenge-ek. Na Adri, csinálj már valamit, ne azt írja, hogy meccsbe vagy. Ne azt nézegesd, hogy hanyadik vagy. Ja, itt nyomni kell valamit? Persze. Na bocsánat, elnézést. Sokkot kaptam. Azt hittem, hogy a néni kienged. Szoktak cuki killerek lenni, nem? Igen. Nem tudom, itt most régebben voltak ilyen rankok 20 és 1 között, még mindig vannak ilyenek? Most ezt lecserélték ilyen bronz, silver, gold alapú rankokra. Akkor most téged hopperbe viszünk, gondolom így. Nem, meg ez úgyis, hogy minden hónap 13-án lenullázódik, szóval visszadob az alaprankra. Na, tehát akkor lehettél volna platos, de most miattunk nem leszel. Hát... baj. Nekem most ennem kell egy kis zöldséget, elnézést. Salátát? Igen. Ez milyen saláta? Magyaros? Rossz saláta. Földi magyaros? Igen. Ez ilyen lila csomagolásban levő magyaros salát. Azt írja nekem itt, hogy TEF 1892 is az internetről van. What? Hát yeah. Ott egy földgömb mellett. Uh-huh. Meg asztronomisztán is. Kovalszeg, mi vagyunk a konzolosok. Uh-huh. Van esetleg olyan pálya, amit ismersz, vagy szeretnél, mert vannak ilyen pálya. Az alappályák. Hát...
mindegyik alap, vagy hát... Mármint úgy értem, hogy azokra gondolok, amik így az első 3-4 pálya, amiket ismerünk, de igazából... Új pályára tudunk menni? Esetleg? Olyanod van? Hát a legújabb, ami van, az a Raccoon City, de azt utálom. Akkor ez a milyen nevet visel? Eirie, az akkor még nincs neked. Nem, meg azt még nem láttam. Jó, megyünk akkor egy autószerelő műhelybe, az jobb. Jól van. Ash, Bopper, Silver, Gold, meg Irideskent. Aha. Köszi szépen az info. De jó, virágot kaptunk. Csak mondom, hogy Adria a második beszólt neked. Nekem? Miért? Azt mondja, édes Istenem, én nem értem, hogy tudtál fogyózni Adri mellett. Úgyhogy most is salátát teszek. Magyarosan. Lilát. Sziasztok, új játékosok vagyunk, és kérdésem lenne, hogy együtt haverokkal csapatba lehet gyilkos lenni? Persze, custom game-et tudtok csinálni, de az azért, ha jól tudom, nem jár reward. De majd a szakértő DBD playerek úgyis kijavítanak. A hülyeséget mondok. Nem tudom, nincsenek barátaim. Ó, na hát akkor... Most Adrit megszerzed magadnak, és együtt DBD-ztek majd. Félrejtés ne esik, nem veled van bajom, hanem a játékkal. Persze, ezt most már nem tudod lemosni magadra, úgyhogy most már kötelességed, azt tudom, Mr. DBD-zni. Na, ezt a pályát se ismerem szerintem. Bár olyan ismerősnek tűnik. Olyan... Annyiból jobb, hogy nyitottabb és jobban átlátod, mint a folyosókat. Én már látlak téged, pont jössz ide hozzánk. Én ezen a helyen nagyon szeretek elbújni mindenhol. Ne szívass már, hogy engem talál meg először. Haj van. De hát te ügyes vagy, Adri. Ja. De jó, alapgyilkos. Basszus. Le itt van közel, futás! Ne! Ez egy csapda! Ja, ez egy csapdás gyilkos. Adri, gyere már vissza! Hova? Itt, guggoljunk le a sarokba. Mindjárt kész leszem. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Te ezt csináljuk? Aha. Majd le kell szednünk a srácot. Ja. Szóval, ha ezzel megvagyunk, akkor futj oda. Oké. Okay. Bár már lehet, hogy hamarabb kéne. Lehet. Én megyek is. Már. Ja, jó. Maradj csak, megyek. Oké. Okay. Csak az előbb beleléptem a csapdába, pont nem lettem. Meg lesz. Tetszön. Ja, kész. Nice. Bármi van, Adri, sosem menj a pincébe, csak hogyha meg akarsz halni. Oké.
egy jó tanács a végére, ha egyedül maradok. Ő még nem hal meg, ugye? De. Nem. De. Kettes csík már rajta. Ja. Igen, pont átment a másodikba, mire odaértem. Úgyhogy ő meghal. De legalább nem kivégzés nyomott le. Erre jön a gyilkos. Elcsaltam. Remélhetőleg. Biztos. Nem. Ez egy csapda volt? Elkapott. Oh no. Itt vagy mellettem, mert nagyon dobogsz. Ő ugye nem lát engem? Nem, nem. El vagyok bújva, megmentelek. Sietek oda mindjárt, csak hogy menjen el, mert persze a behú van. Igen, ő most ott van. Jó, megyek! Rám jön. Megyek, mármint nem oda, ide. Köszi. Meghílelhetlek valahol? Gyere. Ja? Okay. Aha. Na, hát megtaláltam egy csapdáját. Lerakott még egyet ide. Szóval addig nyugodtan hílelhetitek egymást. Meg vagyunk. Átlak titeket. Na, mindjárt felakaszt. Meg tudod menteni? Te arra mentél? Megyek érte. Nem látom őt. Elment a ház felem. Itt van, a nagy ház felem. Akkor mégsem megyek. Aha, rám jött. Srácok? Srácok? Megtalált téged? Ha, oh, mekkora mázlim van? Na, addig szedjél már fel, Adri. Jó, van, megyek. Mint egy csiga. Csöndben vagy, jó? Nem veszlek te. Tudsz futni utánam? De a sárga... Nem tudom, hogy hol futsz. Jó, hát én meg nem arra mentem. Én balra fel, ahol megcsináltuk a izét. Ó, de segíteni kéne. Én megyek segíteni. Basztus rajtam van. Jó, én meg megyek segíteni. Na most tudom! Hú, de hülye vagyok magam elé, ízéltem a raklapot! Srácom! Nem mehetek egykorra gyötni! Te túléled? Te, hogy élem túl, hülye vagy! Az nem én vagyok, aki túléli. Annyira ismerhetnél már. Szia! Szia, csókolom! Elnézést, CBA-ba kapható csú... mindegy. Annyit már csinálok, hogy itt mögöttünk van egy totem, azt így bevutúzom, és akkor gyorsabban híleljük egymást, illetve magadat is tudod hílelni, medkitnél. Okay. Az tök jó. Hát ugye nem kell nyomtognom semmit. Nem tudom hány méteres körzetbe, de elég nagy. Uh-huh. Ilyen kék színű lesz. Oké. Kell oda nekem menni? Ó, tök jó. Megkaptam. Még itt van nálam egy kicsit közel, a nagyháznál van, vagy mi ez? Ház környékkel. Uh-huh. Tudom, ha a dom túladalán. Megy vala... ki fut felém? Azt tudom, miszt. Megyek. Jó. Akkor szerintem jól leszel. Itt van még? Jön felém vissza. Jó. Jön felém vissza. Mi a vétok? A busznál van. Megy feléd. Picit elbújtam. Hát, megtalált. Azt hiszem nem látja. Na jó, hát akkor viszontlátás.
Azt hittem nem látta, hogy beugrottam. Van egy olyan perkem, hogy rá tudom vágni a szekrényajtót, és lesztánulódik. Komolyan. De menő. Jaj, ez mi? Ah, hát ez most mit kell csinálnom? Úristen. Hallom a dobogást, de nem tudom, hol van. Mögötted. Ja. Fullom mögötted. Ja. Ne szedj le, ne. Ezt nem csinálhatod velem, te szemét! Te nem csinálhatod ezt velem! Hú, te utálok ezért. De még te lehetsz az utolsó túlélő. De jó. Ó, basszus, közel futottam. Na, Adri, majd le kell szedned. Ó, én meg elmentem a pálya másik oldalára. Hát, mit gondoltál? Cica, most ne! Jövök! Jövök. Már egyre kisebb a fehér csík. Jövök! Ú, éppen hogy meglett. Gyere, bújjunk el valahol. Gyere ide. Ott sarokba jó lesz. Igen. Te. Köszi. Láttam a gyilkot. Én is láttam. Nagyon rosszul vagyok ettől a játéktól. Nagyon felbósodik a szívem. Jól kötözz be. Ó, profi vagyok. Gyere, itt van egy generátor. Még 4 generátor kell beindítanunk, Adri. Nagyon jön. Dobok. 4 generátort? Itt van, úristen! Értem. Elkapott, Petike. De semmi gond nincs, halott. Ujjra! Tudta. Tudja. Elvileg van hatch, valamelyik ház környékén néz körül. Vagy a okay. Nagy ház, vagy a kisebbik. De hát... Ott van! Ó! Ki jutott el? Ki? Nice! Ügyes! Ó, köszi! Hallottam valami hangot, de... Mi az? Szép volt. Játszottuk egy kört. Még dombtetőn se láttam hatchet, de most már... Persze. Ennyire csak nyugodtan, pont, Adria. Pont lemaradtam amúgy a ügyességedről, nem mutatta itt a dolgokat. Na mindjárt jövök pár perc és itt leszek. Oksi. Nyomjátok, hajrá. 25 ezer pont. Az a srác, ahogy látom, valami Silver 1-es volt, a TEF. Jó sok mindennye volt. Szeretné jönni, Vatfarasz? Gyere nyugodtan. Mondjad a nevedet, ami a hashtag előtt van, azt peregni fog az invite. Volt előrejelzés? De jó, Viridiana, köszi szépen az előrejelzés kiírását.
most látom. Na hát, ügyes voltál, Astromis, meg Adri, te is. Jó volt. Szóval, mert ezt nyugodtan írd a nevedet, és akkor meginvitállak. Jó. Jól van, nyugodtan. Jó. Jó. Na, én addig, amíg Vadparaszt leírja a nevét, addig nézem, hogy mit lehetne csinálni. Na, például kéne valami itemet állokkolnom, gondolom én. Offering. Perk. Nézzük csak. 5-ös szinten állokkolódik a következő perk. Hát szerintem van, az helyzet nem látjátok pont, de van 91 ezer blood pointom, 50 ezeret kaptam egyébként így alapból. Mert elindítottam a játékot. Ez egyébként az Epic-es accountom, tehát hogy a Steam-esen ennél több minden van. De hát 1000 éve játszottam a játékkal. Toolbox add-on. Ja igen, és azt nem tudom, tudod-e, de kétfajta szint van. Van a karakterednek a szintje, amit a meccs végén kiírt, vagyis bocsánat, az accountodnak a szintje. Aha. Van a karakter, ami meg, hogyha veszegeted itt blood pointért a dolgokat, akkor úgy tudsz szintet lépni, szóval azt érdemes így elköltened így a blood pointokat, és akkor meg kinyílik egy másik. Jaja, ezt ismerem. Jaja. Van ilyen 150 ezeres blood pointos kód? Ó, köszi szépen az infót, Zamino. Hát az a helyzet, hogy van hely, de ha nem bánjátok, olyanokkal játszok, akiket ismerek már egy ideje. Még már beszéltek egy pár szót a cseten, ha nem érzitek túl keménynek ezt a döntést. Na, megvan az 5-ös szint, úgyhogy most már két perket is be tudok rakni. Na, Vadparaszt, mindjárt megy az invite akkor neked. És gondoltam amúgy, hogy ennyien közületek nyomjátok a Dead by Daylight-ot. Ez meglepett. Szeretjük fitten tartani a vérnyomásunkat. Kávé helyett is akár. Tökéletes. Ne haragudj, Drex. Wow, ez a renewal perk, ez tök menőnek tűnik, hogyha leakasztanak, akkor egyszer felhílál. Ebb is így jelsőnek tök jól hangzik. Nem jött semmi inv? Na hát akkor megpróbálok még egyszer inválni. Azt mondja, hogy party. Ott van pending invite, pedig cancelolom, aztán újra invellek. Na.
elvileg meg tudtalak inválni. Így most, hát ha. Ha van kedved egyébként, te is nyugodtan jelzz Discordra, Batpar, azt bármelyik szobába bejössz, és akkor már is behúzunk. Oda néz, Batpar azt is level 44-es, hát ez elképesztő. Micsoda az ki, ugye? Ugye te? Wow. Mikéla Raid. Nem baj, telulról nem szabadék. Oké, semmi gond. Na hát akkor én készen állok. Majd jöhet a kócsolás, azt mondom, hisz majd megmondod, hogy mit kell csinálni. Aztán visszajön Adri, akkor négyen tudjuk játszani. Ez az a jó kis bosszi, amit meséltél? Ó, neked is ez a nagy kedvenced, Mikó? Adri még mindig telefonál, ahogy látom. Adri elmenekült, neki szerintem túl sok volt ez a stressz, úgyhogy kamuból kitalálta, hogy telefonálnia kell. Yui fan vagy? Na hát, most meg kell nézem, hogy ez kicsoda amúgy. Yui. Ah, megvan. Yui Kimura. Pedig én azt hittem, hogy Mikéla fan vagy. Jean Romero. És még mindig úgy van, hogy ilyen... DLC-szerűen kell megvenni a játékhoz a gyilkost, meg a hozzátartozó túlélőt, vagy ez hogy működik? Hát ilyen in-game currency-vel lehet, valamit meg lehet venni azért a lila kis háromszögér, amit nem tudom, hogy hívnak, valamit csak azért az aranygolyóért. De in-game nem kapsz olyan aranygolyót egyáltalán, tehát az fizetős, a lilát pedig szintlépésenként valamennyit kapsz, és akkor ezt lehet gyűjtögetni. És az account level lépszint, akkor kapok olyan lilát? Aha, igen. Aha. Erre gondoltam úgy azt a valamiszt, meg erre a arany, a narancssárgára, vagy sárgára. Igen. Csak mert én pont akarom azokat. Igen, DLC, de külön pakba a killereket és a survivor-öket is megváltad, meg ami nem filmes karakter, akkor a shardért is megváltad. Ó, szóval, hogy a filmeseket nem is lehet megvenni máshogy, csak fizetősen. Emlékszem, hogy az első pár ilyen killer meg survival azt úgy kellett megvenni, hogy ilyen DLC volt a játékhoz, idézőjeles DLC, és úgy lehetett állokkolni. Tehát akkor nem volt még ilyen in-game currency is dolog. Legalábbis az elején csak ilyen valós pénzért gyártott karakterek voltak, főleg gyilkosok. Szia, Zsarát! Zsarát, hogyha egy perccel hamarabb írsz, akkor még be is én velünk. Aztán persze jól kitúrna Adri. Bár szerintem Adri örülne neki, hogy itt lenném, mert többet nem akar jönni. Az account levelem, illetve a túlélőim szintje az egy kicsit csal, Zoli. Epiken most ingyenes a játék, és azért játszok vele, és nem kötöttem még össze a Steam-es accountomat a BHVD-s accountommal, amivel ha összekötném az Epic-eset is, akkor tudnék játszani az Epic-en a Steam-es karaktereimmel. Azt hiszem követhető voltam, legalábbis remélem. A lényeg, shared progression van most már a Steam, a Stadia és az Epic Games között. Lehet, hogy Xbox-os progression, shared progression még nincs.
például, vagy PSS. De amúgy, ha van kedved Jarát, még szerintem megyünk kettőt, arra gyere nyugodtan, Adri. Adri szerintem örülne, hogyha nem kellene jönni a többet. Nyertünk, túléltük, hát ez csodálatos, Jarát. Csak miattad kilépett a gyilkos. Úgyhogy ja, nem ma kezdtem, Zoli, de nem is játszottam amúgy 3-4 éve a játékkal. Na, Zsarát mondja csak, kit kell inválni? Anubis közben nagyon-nagyon szépen köszön a 8 hónapos támogatásodat, mint feliratkozott vadász, és köszi szépen, hogy a Prime-adat te is rám használtad el. Zsarát lett volna a gyilkos? Ah. Hát látjátok, hogy vadparasz bejött, és már is megnyertük. Ennyi volt vadparaszt. Amúgy te milyen platformról játszasz vadparaszt, ha lehet tudni? Beírom, hogy Zsarat amúgy. Nincs Zsarat. Akkor azt kell bírni, hogy... egy Zsarat. Nem. Hát akkor... Zsari Manu. Zsarát ékezett. Nyert. A kiút valaki legalább egy valaki élve, gondolom marad a kövi körre. Szerintem igen. Szerintem igen. Csak még indul. Oké, Zsarát. Te is nyugodtan gyere fel a Discordra, hogyha szeretnél, hogyha nem, akkor nyilván nem kell. Milyen rangba? Én a platformra gondoltam, vadparaszt, hogy te konzolról játszol, vagy Steamről, vagy ilyesmi. Hogy én milyen rangban vagyok, én hát ezen most kezdtem. Tehát, hogy kettes szintű vagyok, meg ilyen a legalapabb akármi. PS4? Na, hát ez elképesztő. Srácok, ez a lobby lesz a legdurvább, mert itt van Astromist Xboxról, vadparaszt PS4-ről, jön Zsarát Steamről, és én itt vagyok Epicről, tehát ez ilyen elképesztően cross-platform party. Ilyen még nem volt soha. Ez az első ilyen. Jó, nyilván nem ez az első, de ma nálunk ez az első ilyen. Epikes még sose lehetett eddig a partitokba. Legalábbis remélem. Nem számítottál rá, hogy jöhetsz? Ez Zsarát, látod? A váratlanok mindig megtörténnek. A gyilkos meg a Game Pass-ba. Még Game Pass-os is van, ne szívas. Az komoly amúgy. Ez durva lenne amúgy. Hát ez nagyon durva. Ha tényleg a gyilkos Game Pass-ban lenne, az lenne a legdurvább. Mondom én nektek, hogy Adrinak annyira sok volt ez a két kör, hogy inkább elszökött. Pedig ügyes volt. Szerintem is. Biztos, hogy jobb túlélő nálam, mert én nagyon noob vagyok. Engem frusztrál, hogyha nyakamba liheg egy gyilkos. Na, ott van a Zsarát. Hopp, a kakasos gyorsabban. Szia, Zsarát! Ennyi. Zsarát a közös játék. Hát ez elképesztő. Föl is írom a kis naptáramba. Ha már hatrasos, az érek rá. Na majd szólj, hogyha nem látsz valamit, vagy hogyha látsz, akkor majd intézem. Most már a lobbyba vagyok. Okés. Elvileg elment neked az invite, nem tudom, hogy mit fogsz látni. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Igen? Zsarát már benne. Semmit nem látok. Na, ja, nem, bocs, nem.
sorry. Na mindjárt újra küldjük. Elvileg most elment neked valami zsarát. Nem. Véletlenül megint beletelek, hoppá? Én meg véletlenül elfogadtam. De így jól csináltad. Na most megvan. Ennyi. Ott is van. Már köszi szépen a támogatásodat. Videó feliratkozott vadászok között. Bergesítek a szvegeket nyugodtan. Jajjaj, ilyen tunnelezés már volt velem régebben. Frusztráló. Ú, milyen maszkod van. Zsarát most látom. Ja, emlékszem, Mikó. Később érkeztem, bocsia, már kérdezték, hogy szuperál a monitor. Nagyon rendben van, nagyon fullos, nagyon jók a színek. Na, látod Astro Mist vadparasztnak, meg ott a Raccoon City is túlélő. Bizony. Mindenki 50-es. Én nem hiszem el. Nem gondoltam volna tényleg, hogy ennyien Dead by Daylight-oztok. Ez rendesen meglepett. Milyen kis házikon van. Igen, már, mert úgy megy, hogy először ugye, hát huskya lesz mindenkinek előbb-utóbb. Kezded a kis kutyaházzal, aztán kapsz vizestálat, kajástálat, és 9. hónapban meg a kis huskyt. A vadászok hűtársát. Hát mindenki hozza magával a kis túlélős dobozát. Te nem játszasz vele, Blade? Hoppá, pedig azt hittem, te mindennel is szeretsz játszani. Na, zsarát inkább egy lámpát hoz. Ilyen kis huncutól oldalra pislantott a karakter. Most már itt vannak velünk a DBD profik. Most már úgy meg fogják trükközni a gyilkost, hogy csak na. Nem ígérem. Dehogy nem. Valahogy én is úgy farkaskölyök. Lassan mehetne egy custom game is? Ha a telefonáló Adri visszatér, akkor custom game-ezhetünk egyet majd ezután, de szerintem inkább csak nyomunk egy még egy túlélést, azt hello. Pedig vicces lenne, ha te lennél a gyilkos. Elgondolkodtatom. Most már, hogy így mondod. Jó lenne hát. Már egy jó lúpolás. Mármint, hogy te engem, gondolom én. Igen. Ja, természetesen. Hát nem is a killer lúpolja túlélőt. Na jó, megfontolom a... Ú, de szuper, behoztátok az új pályát. Na hát ezen még nem voltam, úgyhogy... Na hát most tapasztalatgyűjtés van. Most lesz. De jól néz ki. Zsarát, te esetleg tudod, hogy miből van az, ez az új gyilkos? Saját killer. Ó, azt hittem filmes. Én amúgy főleg gyilkosozni szeretek. Dokion. Ú, azt szeretem. Ő az, aki ilyen sokkolós arcú, nem? Neki mi is a képessége? Hát sokkol. Sikongat.
Vagy sikongatja itt az embereket. És akkor így egyre jobban a karakter agyára megy, aztán már olyan, mintha mindig ott lenne, meg így behalúzzuk, hogy ott áll. Szóval ez nem Adrinak való. Ettől még én is ideges vagyok. Zsarát ott megszeretgette. Miután megráz, nem tud se átugrani ablakon, se palettát dönteni. Ó, basszus. Gyermekek segíteni Zsarát. Jönnek ránk. Én csak addig fogom. Oké, köszi. Mondjuk már mennek Zsarátra. Basszus. Jó messze vagy tőlem. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Shiro, köszi szépen az ajándékot Amurantnak. Na basszus. Szia Gergő, sziasztok! A gyilkos látja, hogy egy team vagyunk? Szerintem nem. Megszerzés, Siruk, veszi szépen a támogatást. Jajjaj, nagyon akar. Ó, itt vagy közel. Majd tudok segíteni. Pont felém hozza. Igen. És elindult feléd. Köszi. Jaló? Nem jött utánam? Nem, engem akar leszedni, mert Deathhook-on vagyok. Aha. Igen. Ezt úgy hívják, de nem? Ó, és meg is öl kézzel. Legonosz. Szétsokkolja az agyamat. Pedig egyszer az életben jó helyen lettem volna a lámpámmal. Hát ezt jó, hogy nem láttátok, ez elég csúnya volt. Kifüstölt a szemem. Azt szerettem volna inkább én átélni. Szia
Zoe. Hát csak egy generátort kell beindítanunk. Ha látlak titeket, vagy legalábbis valakit. Valakit nagyon üldözött. Aha. Téged üldöznek, Zsere? Igen. Basszus. Rajtam vagyok itt a átlag. Megyek feléd. Basszus. Megláthatott? Meg igen. Uh-huh. Ne vegyél le előtte. No. Így jó? Azt mondtad, hogy ne vegyelek le? Igen, a killer előtt nem jó, mert valamelyikünk rögtön le lesz itt vagy. Ó, aha. Bocsi. Gondolkoztam, hogy mit mondtál, hogy ne vegyelek le, vagy levegyelek. De ezek szerint pont azt mondtad. Engem nem szeret a zseblátám miatt. És veled mit csinálod, Zsarát? Kiégette az agyam. Mindenki érti, tudja? Igen, hogy végtelen bajt hozott. Aha, éppen ott rongál. Most ilyenkor tudja, hogy itt vagyunk? Igen, igen, most fuss. Csinálni kéne közben a generátort. Na basszus. De ez micsoda? Máshogy megy a generátor csík. Igen, ez is a képességéhez tartozik. Ez a zavarodottságod első jele. Aztán már rémeket is látsz. Erre felejött. Most már tudja. Ja, meg plusz egy képesség, néha láthatsz ilyen palettákat, amik igazából csinálsz. Basszus. És meghalok. Nyugodtan javíthat vadparaszt, hogyha esetleg fájja. Uh-huh. Jaj. Köszi szépen sírva a hetedik feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Zoe-nak lehetővé tetted a hanyadik hónapját is. A másodikat, tehát ez elképesztő sírú. Köszi szépen.
Kegyetlen ez a gyilkos. Szegény vadparaszt. Pont látom az akció. Én úgy gondolom, hogy a gyilkos látja vadparasztot. És most fogja letenni egy olyan lyukhoz, amin ki tud menekülni. Nem fogja. Ezt nem. Vagy kieng... Be lehet kiengedni mondjuk. Úgy peregjenek, srácok, a szövegek sírunak. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Ja, jól indult. Csomó generátort meg tudtam javítani. Na, te is kaptál egy agy kiégetést. Basszus, én meg arról lemaradtam. Én lehet, hogy kilíveltem a meccset. Én pedig meg akartam nézni a statokat. Basszus. Aj. Nem maradtam arról, hogy vadparasztot kiégetik. Szia, Tamasi. Drexit vagy még esetleg? Az a kérdés, hogy van egy negyedik túlélő jelölt, mert akkor mehetünk customat. És meggyilkolászlak titeket, mármint hogy természetesen jól megkergethettek. Van rá igényetek természetesen. Semmi gond, vadparaszt, jó voltál. Meg Zsarát is ügyes volt, meg Astronomist is persze. Szalaskacok esetleg közületek? Van egy negyedik? Nyugodtan mondjátok. Lennél killer? De én leszek a killer. Azért kell egy negyedik túlélő. Mellétek. Ha nincs senki, akkor indítom így. Nincsenek bátor jelentkezők most. Kijut el legalább egy valaki élve? Hát nem jutott ki senki se élve, Viridiana. Az helyzet, hogy mindenki meghalt. Három kivégzés volt, és engem meg felakasztva ölt meg. Jó, a covidos pólót, Zsarát. Vagy mi ez, trikó? Addig bepótolom már itt a tergetést. Na hát gratula Zoe és gratula Amurant, neked is, te is nagyon rendes néző vagy. Neked mi mondja azt Dambi, hogy először csetelsz? Ez átverés, nem? Mehetsz egyen? Hát most már elindítottam Miko így. Hát csak vadparaszt kell, hogy leokézze. Az a helyzet, megyünk még egyet és ennyi. Nem, srácok, most már ennyi. Az a helyzet, hogy
csak pár kört akartam Dead by Daylight-ozni, hogy így nagyjából lássátok, hogy milyen állapotban van, meg ha már ingyenes, akkor ránézek, gondoltam egy kicsit újra. Aztán majd megnézzük a másik ingyenes epikes játszit. De nem gondoltam, hogy ennyien közületek a Dead by Daylight-oznak, szóval elképzelhető, hogy lesz még valamikor este ilyen előre megszervezett Dead by Daylight-ozás. Nem ígérek semmit. Majd még megrágom. De jó tudni, hogy közületek jó sokan csapatjátok. Ezt jó tudni. Zsarát, ez jól látom, hogy ez a Peredeskent, vagy mit tudom én, milyen hanyas rangba vagy? Ez a legmagasabb? Mindjárt megnézem, hogy mit mondtak. Milyen rangok vannak. Csak hogy vagánykodjak. Na, szóval Iridescent kettes vagy, jól látom, Zsere? Nem, más kettes. Ja, azt hittem, hogy te a legmagasabb rangba vagy. Sose voltam még Iri. Ja. Pedig azt hittem, te ilyen Dead by Daylight coach vagy, nem? E-sport csapatokat coacholsz Dead by Daylight-ba, nem? Hoznak el, kell Irinek lennem. Ja, ez mondjuk igaz. Jaj, nem hoztam magammal olyan kis retikült. Na basszus. Bocsánat. Hát ja, rank az semmi DBD most már főleg. Na, hogy? Hát állítólag most már belsőm már van, de az is rég fényen szokott működni. Ritikül nem volt nálam semmi. Azt már most tudjátok, hogy milyen izé ellen vagyunk? Vagy csak az offeringekben? Az új killer ellen leszünk amúgy. Az jó, tud ilyen sasokat, vagy hollókat nyomni, annyit már tudok, és el lehet hesegetni. Képként a töltőképernyőn alul kiírja, hogyha először találkozol a killerrel. Igen? Uh-huh. Amely killeretek kilépett, az már ért lett volna. Na hát remélem, hogy ez most egy olyan kör lesz, hogy itt az ajtókat majd ki tudjuk nyitni. Az menő lenne. Új, itt vagyunk. Zsarát, szia! Ezt nekem adod? Tessék itt a ritikülöd. Köszi szépen. Jaj, ez... Ó. Talán most küldök ilyen madarakat. Jézus. Ahogy látom, Zsarát rád akarta küldeni. Én nem láttam semmit. Középen van. Ha? Éppen küldi a madarat. Mondjuk azt nem igazán tudom, hogy mit is tud ez a killer, azon kívül, hogy madarat küld. Hát, hogyha nem hesegetheted el magadról a madarakat, akkor lekerülsz a földre. Oh. Ennyit biztosan tud.
Ja, most az új monitoron nyomom, Dambi. Szia, Zsare. Kedünk. Tudja. Ment a generátorhoz. Megrongálta. Jó volt a néj amúgy. Kiküld rád egy madarat, vigyázz. Oké, elment egy teljesen más irányba. Ja, rád ment? Bocsi. Azt hittem, hogy... Bocsi. Jó, hiszen én tudtam, hogy rajtam van. Bocsi. Hát nem gondoltam, hogy izé, visszajött rám. Na hát, azt hiszem megtaláltam a pincét. Nem hallani, hogy közeledik. Én szeretem a DBD-t, Hiro. Középen volt valahol. Azt néztem amúgy, hogy tök sok láda van. Szerintem sejti. Azt hiszem, itt van Astralamist. Küldte a varjait. Ugye megyek, megmentelek. Most itt van még nálam. Itt kempel. Okés.
Még mindig? Szerintem megemészett? Juhu! Uha! Barátot megtalálta. Megyek, segítek! Futó! Ide jönni, és akkor meggyógyítalak. Ja, gyógyítom magam, én téged akartalak, de... Nem látlak. Ja, elfogyott a hílem. Jöjj ránk! Basszus, így meg is halsz. Bocsi, akkor már nem kellett volna segíteni, mi? Szia, hello! Én jó, hogy itt voltam a Hook mellett. Szia, Feva. Majd látom, vad parasztat üldözi. Mindjárt megveszek egy generátorral. Elkezdtem javítani, ami egy kit középen van, most már felénél tartok. Oké, és akkor megyek segíteni a parasztnak. Vagy hallom, nála van. Rajtad lesz, így.
Igen. Ja, pont most kerültek ki a motorot. Ó. Oh. A madarak szavarok. Hát leszedem. Bármi van. Van még egy 10-es totemje. Sátok nyugodtan, még velem szórakozik. Nem tudom, milyen messze vagyok egy húgtól. Elmegy vadparasztra, de nyugodtan nyissad. Rád küldte szerintem a madarakat, azt tudom ezt. Akkor az igen, én leszek. Erre jön felém? Nem, nem, nem tudom, de nincs rajtam. Nincs rajtam, ez biztos. Megpróbálok elmenni érted akkor, de jó meg. Szerintem el tudsz. Itt van rajtam, rajtam. Engem. Körülöttem mozog. Most pont felét fut Astromist. Itt mozog körbe és körbe. Rám küldi a madarait folyamatosan. Hát ő szerintem lekempel engem. Valószínű. Te ketten le tudom szedni. Na most? Most mindketten jöttek ide. Köszi szépen. Opa! Elnézést. Semmi. Jó, megtaláltam a kijáratot. Na ne, vadparasztnak tudunk segíteni? Hát... nem igazán. Ja, mert ő meg fog halni. Akkor gyere! Gyere, mert... ő már csak kettes. A másik kapuba van. Jaj, itt vagyok a másik kapuba, úgyhogy... Ja, jó. Akkor mehetünk ki. Hú. Hát, sorry. Vadparaszt megzsarált. Szép volt azért. Ügyesek voltatok. Ó, kaptál egy first aid-et. Engem meg kihoztad magad. Zablakóba. És akkor ilyenkor feltöltődik a first aid. Engem. Tök jó. Na, hát ez tök jó volt. Köszi szépen a meccseket. Nagyon élveztem. Aztán, hogyha még lesz ilyen Dead by Daylight-ozás, akkor most már tudom, hogy rátok számítatok, hogyha éppen ráértek. Mi is köszönjük, hát mindenképpen. Azért megnéznék veled egy killer kört. Jól van, reméljük, hogy akár azt is össze tudjuk hozni. Köszi szépen még egyszer a meccseket. Sziasztok, szép estét! Köszönjük, sziasztok! Na, hát srácok, nem tudom, hogy mit szóltok ehhez a Dead by Daylight-ozásihoz. Én roppant mód élveztem így a túlélőzés, bár az a helyzet, hogy én, ha esetleg láttátok, hogy hogyan Dead by Daylight-ozom, még régebben, tudhatjátok rólam, hogy ez alatt a nagyjából másfél-két óra alatt többet túlélőztem, mint valaha a játékban. És nagyon élveztem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok. Jó volt még a telefonáló Adrinak is, köszönöm szépen. Mókás volt. Egyébként a játék nagyjából erről szól. Generátorok meg bütykölése és elmenekülés a gyilkos elől. Mindezt úgy, hogy közben mindenki túlélje. Nem egy egyszerű játék,
de ez az alapkoncepció. Hát láthatjátok, hogy itt a Vadparaszt, meg Astromis, meg Zsarát, illetve a randomunk, ők már itt nagyon fel voltak készülve mindenféle menő perkkel, meg menő eszközökkel, meg offeringekkel természetesen. Úgyhogy több van ebben a játékban, mint amit így elsőre gondoltak, hogy túlélők, gyilkosok, kimenekülés, szerelés, bujkálás, ügyeskedés. Itt komoly taktikázásokat lehet nyomni, főleg, hogyha fullos a csapat. Úgyhogy én nagyon élveztem, remélem ti is, és hát ez az a játék, amit most egy héten keresztül begyűjthettek az Epic Store-ba. És a legjobb, hogyha esetleg a haverotoknak Steam-en van meg, vagy bármilyen más platformon, együtt tudtok játszani. És ami még fontosabb, lett most már cross-progressionös cucc, tehát ha az account.bhvd.net.com oldalon beregisztráltok, és összekötitek a Steam-es accountot azzal az accounttal, akkor a shared progression az megmarad mind a Steam-en, a Stadia-n és az Epic-es accountotokon ugyanaz a progress lesz. Én ezt nem csináltam meg, mert ezt éppen a stream előtt tudtam meg, hogy ilyet lehet csinálni, úgyhogy azért egy level 1-es accounttal nyomtam, de majd megpróbálom összetenni a két accountomat, és remélem, hogy nem fognak elveszni az utcaim. Úgyhogy majd ezt meg fogom csinálni, hogy összekötöm az a Steam-es accountomat, meg rácsatolom az Epic esetése, és hát megnézzük, hogy már mi lesz a kettőből. Természetesen mindkettőről csinálok screenshotot, hogyha, mármint főleg a Steam-esről, hogy ne vesszenek el az utcaim, mert azért nagyon menő régi cuccok, meg itemek a gyilkosokra és a túlélőkre, azok nekem így még megvannak, úgyhogy nem örülnék, hogyha az elvesznem. Belinkelem azt az oldalt? Persze. Ezzel még nincs vége a streamnek. Szomorú annak egyébként, aki esetleg Xboxról vagy PS-ről térne át PC-re, vagy esetleg Xboxról PS-re, mert nekik még nincs ilyen share progression, tudtommal, de hát ami késik, nem múlik. Itt ez a link, bedobtam nektek a chatre, meg majd a YouTube-on is fönt lesz ez a link a leírásba, úgyhogy ha esetleg ilyeneket tennétek, akkor majd megtudjátok. Király volt! Remélhetőleg legközelebb még azt is meglátjátok, hogy hogyan gyilkosozom. A DLC-k is rákerültek az Epic-esre? A kérdés kiváló. Na, itt kell amúgy összelinkelni. Tehát a Steam-es verzióban is van egy ilyen link account, ezt azt kell majd megnyomni. Na jó, oké, hát ezt nem is tudtam. Szóval a kérdésed kiváló, Zsanát, mindjárt megnézzük, hogy hogyan kell, hogyan, meg milyen DLC van itt mostan az Epic-en. Azt mondja, hogy Ask, Leaf Party. Szegény Astromistát egyedül hagytuk. És ha minden igaz, most be fogja nekünk tölteni az Epic Store-t. Már éppen írtátok, hogy el is köszöntök, de még nincs vége a streamnek. Egy sokatok számára roppant izgalmas programozós játékot fogunk mindjárt megnézni, csak előtte lecsekkolom, hogy itt mik vannak. Hát ahogy látom egyébként, skacok, itt van minden. Wow, és most féláron van az összes DLC, és ha jól tudom, akkor ez egyébként nem csak Epic-en van féláron, hanem még Steam-en is. Ma, azt mondja Kalácska. Na, puskázunk. Aha. Na, nekem még megvan a Doki, meg ez a Heg nevezetű killer. Hát ez a The Last Breath, ez nem tudom micsoda. Nurse. Aha, tehát akkor a Nurse is megvan. A Nurse már nem lehet megvenni, vagy ez most micsoda itt, hogy azt írja, hogy Na, ti majd úgyis
megmondjátok, hogy ez micsoda. Illetve megvan Mike Myers is, vagy hogy is hívják őt? Mindig kevelem a neveket. Michael Myers, igen. Nurse az alapkarakter. Komolyan? Na hát... Igen. Hoppá. Szója! Ja, hogy az volt a kérdésed, hogy a DLC-k is átkerülnek Epicre, hogyha így összekötöd az accountodat. Hát elvileg igen. De jó. Ez vicces, ez a karakter. És egyébként azért is érdemes megcsinálni ezt a behavior accountos összekötést, ha nem is akarjátok sehova vinni a progression-t, mert kaphattok majd jutalmakat a Dead by Daylight-ba ezen az accounton keresztül. Még nem tudom, hogy mi, de ilyeneket írtak itt, amikor elindítottam a játékot, hogy share progression-t kapunk, jövőben jutalmakat kapunk, illetve még több előség. Tök menő killerek vannak itt amúgy, de jó. Hát ezekről én mind lemaradtam. Még a Shiko is benne van. Wow. Wow. De szuper. Hát jó sok content jött a játékhoz. Jó sok content jött a játékhoz. Hillbilly, Trapper, Nurse, meg a Dwight, ne a alapkarakterek, a Wraith-et és a Davidet a tutoriálért lehet behúzni. Aha. Nekem a csapdás volt, a chillingelős volt, meg a láncfűrészes volt, ami így alapba megvolt, és ahhoz kaptam ilyen, azok voltak az első gyilkosok, és ahhoz kaptam ilyen különleges kozmetikai cuccot magamra, de már nem emlékszem, hogy pontosan mit. Ez az ingyenes Epic játékok ripobálása 7? Minden csütörtökön, novembertől, este 6-tól megnézzük az epikes, ingyenes epikes játékokat, és most a Dead by Daylight a soros, azt kaptuk most így 5 órakor. Úgyhogy ja, skacok, élveztem a Dead by Daylight az est is. Ma.